Nem ez az első eset kis hazánkban sem, hogy a jogszabályok követik az eseményeket, ez most az akkumulátorgyárakra is igaz, hiszen ugye kiderült, hogy a már megépült és működő akkumulátorgyárak Magyarországon nem minden esetben felelnek meg az EU-s szabályozásnak, ami elég nagy problémákra utalhat. Vendégünk Simon Gergely, a Greenpeace vegyi anyag szakértője. Jó reggelt kívánok! Na ez most elsőre elég rémisztőnek hangzik, hogy úgy működnek Magyarországon akkumulátorgyárak, hogy azok nem felelnek meg a szigorú előírásoknak. Ez hogy történhetett meg, és hogy mik ezek a jogszabály? Tehát most van amitől -e, tartanunk, hogy olyan anyagok kerülnek a földbe, vízbe, levegőbe, ami környezetkárosító vagy emberi szervezetre károsító lehet? Nagyon jó reggelt, hát itt több kérdés hangzott el. Ez nem ennyire fekete-fehér, hogy nem, nem feleltünk meg az uniós jogszabályoknak, az uniós jogszabályok sajnos nem fették le az akkumulátorgyártást. Erről idén született egy uniós szinten egy döntés, hogy az akkumulátorgyártásra is kell, ez is egy olyan ipari tevékenység, amire kell környeveti, védelmi környevet használati engedély is, egy környeveti hatástanulmány. Alapból a jogszabályok azt mondják, hogy aminek jelentős környeveti terhe van, arra kell ilyen engedély, ilyen vizsgálatok. A magyar hatóságok sajnos és szám, szerintem elfogadhatatlan módon. Korábban többször úgy ítélték meg, hogy ezeknek a akkumulátor gyáraknak, akkumulátor hulladékfeldolgozóknak nincsen jelentős környezeti terhe, és emiatt nem írattak rá engedélyt. De azért volt pár eset, hogy előírták, hogy legyen környezetvédelmi engedély, Gödön előírták, aztán ezt a helyi civil szervezet megtámadta, visszavonták, úgyhogy avóta most megint hatályos engedély nélkül működik hosszú ideje. Egyébként a kormányhivatal soha nem magyarázta meg nekünk, hogy akkor hogy, hogy működhet ebben a formában, hiába kérdeztük tőle. Illetve nagyon sokszor adtak engedélyt, például mondjuk a Komáromi SK Innovation SK-on gyáraknál, viszont ott meg olyan magas kibocsátási határértékeket adtak, ami szerintünk szabálytalan és szemben megy az uniós előírásokkal. Ezt mi próbáltuk meg is támadni, írni a hatóságoknak, hogy ezt változtassák meg. Tehát valami történt, és ez a mostani új szabályozás, ami végül is kimondja, hogy minden akkumulátor gyárra, kapcsolódó üzemre, tehát katódgyára, hulladékkezelőre kell használati engedély. Ez mindenképpen egy előrelépés, ugye szeptember végétől fog életbe lépni ez az új jogszabály. Csak mivel egyelőre még mindig hiányzik az egységes uniós keret, ami elmond, megmondaná előre, hogy pontosan milyen határértékekkel, milyen technológiákkal lehet dolgozni, ezért egy kicsit úgymond a magyar hatóságokon múlik, hogy mit fognak belerajzolni ezekbe az engedélyekbe, és sajnos nincsenek illúzióink, elég sok rossz példát láttunk az elmúlt időszakból, amikor vagy nagyon enyhengedélyt adtak, vagy nagyon nem tartották bele ezt ami az engedélybe volt leírva. Az világos, hogy mostantól ez másként lesz, vagy másként kell hogy legyen, és a most épülő beruházásoknál ezt meg figyelembe veszik, de mi van az eddig már működő gyárak alatt? Mit fognak? Tehát ez, ezek átépítésekre kell gondolni, vagy a vegyi anyagszint, elhasználásra. Tehát mik azok a paraméterek, amiket most át kell alakítaniuk ezeknek a gyáraknak, hogy megfeleljenek, és azért feleljenek meg, hogy ne legyen környezetkárosító hatásuk? Hát... Változtatni én attól félek, érdemben csak akkor kell majd, hogyha megszületik az egységes uniós szabályozás. Ugye itt egy új iparágról van szó, pont emiatt fordulhat elő, hogy nagyon sok anyagra nincsenek is határértékek. Tehát uh, hiába találtak uh, mondjuk gödön a lakosok kutvizébe NMP-t, ezt a magzatkárosítással várdolt a a oldószert, széthelyette a kezét a hatóság, de hát nincs is határérték felett, mert nincs rá határérték. Nyilván ez jogértelmezés kérdése. Én hallottam a, a mérnöki kamarát egy parlamenti meghallgatáson, hogy ők úgy értelmezik, hogyha egy szintetikus mérgező anyagra nincs határérték, az nem azt jelenti, hogy bármennyi lehet a, 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 a környezetben, hanem pont, hogy semennyi. De a magyar hatóság sajnos mégsem így értelmezte, ők úgy értelmezik, hogy akkor bármennyi lehet. Tehát nincsenek egységes kibocsájt, tehát nincsenek határértékek, aminek meg kell felelni, és ettől kezdődően igazából a hatóságok múlik, hogy mit ír elő. Hogy mi lesz ezekkel a régi üzemekkel? Sok régi üzem esetén, például egy hulladékfeldolgozók esetén, hogy a hatóság nem csinál semmit, akkor továbbra is engedély nélkül működhet, hiszen ez előleg az új üzemekre és, az, és a most folyó eljárásokra vonatkozik az a szabályozás. Nyilván, hogyha valami változás lesz ezekben az üzemekben, vagy a hatóság úgy dönt, hogy elő akar írni, akkor fogja előírni azt, hogy kell megvizsgálni, hogy mennyit és hogy ki. Tehát emlékszünk anomáliákra, egy jogszabályuk szerintünk félreértelmezése miatt történhetett meg, hogy gödön egy, volt olyan év, hogy több mint 80 tonna jutott ebből a kiemelten káros anyagból, ami egyébként unió szinten korlátozva van a levegőbe, és mérgezhette a helyeket, és ezt utólag még szabályosnak is találták. Most egy picit konkrétizálni akarjuk az egész helyzetet, most, hogyha valaki akkumulátorgyárak közelében, vagy környékén, vagy városában él akkor mitől kell tartania, vagy milyen olyan anyagok kerülhetnek a földbe, ivóvízbe, levegőbe ezekből az akkumulátorgyárakból, vagy a hulladékokból, ami adott esetben konkrétan környezet és emberi szervezetre károsító lehet ezek a konkrét dolgok. Uh -huh. Hát ugye ez az NMP oldószer, amit említettem, amit nagyon nagy mértékben, nagyon nagy mennyiségben használnak a gyerek és párologtatnak el ez a levegőbe. Az ezzel az anyaggal, ezzel az oldószerrel viszik fel effektív az akkumulátorra az anyagát. Egy ilyen oldószergyár épül most hevesen ott borzolva a helyi lakosok kedét, mert ők se szeretnék, hogyha ez jelenne meg az ő levegőjükbe, mint ahogy ez megjelent Görd levegőjébe. Azt látjuk, hogy ez az anyag, ez, a, ez az az órán száján ömlik ki, tehát nincs igazán, nem használnak olyan technológiákat, ami igazán megfogná. Németországban Előírnak nagyon szigorú előírásokat, mérik a dolgozók vérébe, és ezt az anyagot Magyarországon viszont mi a, a, a Samsung üzem melletti termőföldbe kiömlő ö, 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 szennyvízbe, kommunális szennyvízbe találtunk rmp a lakosok kutyába találták meg, kiderült, hogy ez bocsájtják ki a levegőbe. Én ettől az anyagtól mindenképp tartanék. Komáromban folyamatosan beszámolnak nagyon kellemetlen bűzről a helyi lakosok, ahogy azt mondják, hogy a déli szél van, akkor gyakorlatilag élhetetlen a környék, a gyerekeket beterelik az iskolába, hogy nehogy szabadba legyenek ez adódhat szintén a különböző oldószerekből, illetve az elektrolit anyagát nagyon sok cég titkosan kezeli, ami szerintünk eleve elfogadhatatlan, hogy veszélyes anyagokat titkosan kezeljenek, ez szemben megy egyébként alapvető uniós előírásokkal. És ilyen szempontból talán, hogyha ez a új jogszabály most életbe lép, kis javulást lehet, hiszen, hogyha van egy környezet használati engedély, egy környezeti engedélyeztetés, az mégiscsak jogokat biztosít a helyi lakosoknak arra, hogy beletekintsenek abba, hogy itt mi történik, milyen anyagok, milyen technológiák, mi várható érdemében nem biztos, hogy meg tudják akadályozni azt, hogy megépüljön egy, egy, szerint, egy mondjuk kockávatos üzem, de egy kis rálátásuk, kis kontrolljuk mégis van így. Tehát ilyen szempontból, hogy mondjam, mindenképp előrelépés, hogy legalább most van ilyen előírás, de az, hogy ezt hogy fogják a magyar hatóságok alkalmazni, hát mondom, továbbra is vannak fenntartásaim, hiszen látjuk, hogy ahol eldöntötték, hogy kell engedély, láss például Gödön, ott is tud engedély nélkül működni, hatályos engedély nélkül működni az üzem, illetve hogy vannak olyan engedélyek, a Komáromi, ami szerintünk igen, csak sokkal, sokkal több szennyevés kibocsátást enged, mint amit az uniós jogszabályok előírnának, hiszen az általában lévő oldószerrel lévő kibocsátási érdekeket veszik figyelembe, és nem pedig a rákkeltő szaporodási képességeket, károsító anyagokra vonatkozó érdekeket. Tehát azt látjuk, hogy azért sokszor kreatívak a magyar hatóságok abban, hogy megkönnyítsék ezeknek az üzemeknek a mindennapjait, miközben az lenne a feladatuk pont, hogy a magyar lakosságot védjék magyar embereket, a magyar környezetet védjék az olyan cégektől, akik mondjuk olcsón akarnak termelni káros anyagokat használva. Simon Gergely, köszönjük szépen, hogy ezeket elmondta, nagyon fontos információk voltak. Köszönöm.